Sziasztok, a nevem Jerikó, ez pedig egy újabb World of Tanks-os konzolos visszajátszás. Ez a Brit 9-es Heavy, a Conqueror, erre már készítettem egy bemutatót, de mint a videóban is említettem, hogy még csak most került hozzám és ismerkedünk, így most készítek egy másikat. Hát ugye a paramétereket, meg ilyeneket, ezt mind elmondtam, de átfuthatjuk gyorsan. Amit tudni illik erről a tankról, hogy testpáncélja az frontból nem sok, 130-as. Sebességünk 34,3, ami nem sok, tehát arti célpont, arti kedvenc mindenféleképpen, plusz, mint tudjuk, hogy a konzolos verzió inkább a fürge tankoknak kedvez, ugye a lightoknak, medeknek, így a heavyknek igen nehéz dolga van, főleg ha ilyen alacsony sebességgel bírnak. 130-as pontunk van, mint említettem, viszont a tónunk az 254-es, magyarán ezzel a tankkal tornyozni érdemes, sőt úgy is kell használni, máskülönben nagyon gyorsan garázsba lehet kerülni. Viszont a torony az veszettű gömbölyített. Parancsnoki kupolánk, ha meg vagyunk döntve, tehát hogy dombon lefelé nézünk, vagy ilyesmi, akkor besikerülhet lőni, viszont ha fix talajon állunk, vagy kicsit megemeljük a tornyot lövés után, akkor az életben nem lövik be. Ugye ez a torony helyezkedik az FV-n, hátsó tornyos hevin. Harmincöt darab lőszert tudunk vinni, ugye itt a legnagyobb ágyú van rajta. Alapátütésünk 259, ami szinte elég mindenre. Golda 326, az pedig mind kés a bajban. 400-as alfával rendelkezünk, repeszről nem beszélünk. Ami a legnagyobb jellemzője a Brit Heavy-nek, hogy iszonyatos DPM-mel bírnak, tehát a heavy-hez képest nagyon gyorsan töltenek újra, és ezzel az átütéssel, ezzel az alfával, ha jól sikerül pozícionálni vagy helyezkedni, akkor hatalmas előnyben lehetünk a másfajta, más nemzetiségű heavy-kkel szemben. 1,9-es a szűkülésünk, ami kiváló, tehát viszonylag nagyon gyorsan rá lehet célpontokra lőni, mert nagyon gyorsan összeszűkül, és annál pontosabb. 0,33 méteren a pontosságunk, vagy szórásunk, hát ez 100%-os legénységnél van, én nem mondanám ezt így, nem merném kijelenteni, hogy ez valóban megállja a helyét, de még mindig azt mondom, hogy az egyik legjobb ágyú és legjobban használható pontosság terén, tehát sniperezni is nyugodtan lehet. 400-as látótávunk van, ugye 100%-os legénynél, ami kiváló egy heavynek. Amit még így zárójelbe hozzátennék, hogy automata célzás nem célszerű használni, mert megkeresi a legerősebb pontot a tankokon, ez majd látszik is a csatában. Tehát megkeresi a legerősebb pontot is, rittig odalő, tehát érdemes megszokni vagy megtanulni azt, hogy minden célpontra pillanatok alatt átmegyünk sniperbe és lövünk, és vissza. Az és vissza az pont azért, hogy lássuk a tankot, hogy meddig tudjuk kiengedni. Mint mondtam, itt már azért össze vagyok annyira szokva a Conquerorral, hogy tudok érvényesülni a csatákban. Ugye már az elmúlt időben kihúztam a Chaptaint is, most még olyan 40 ezer XP választ el a hátsó tornyos heavy-től, úgyhogy minden nap szoktam bele futni köröket, hogy úgy szépen lassan kopjon.
De most mivel Verne van, így nem igen 9-es, 10-es tierben játszok, hanem inkább 6-os, hogy minél több 5 pontot szerezzek, de amit le kell szorzózni, azt megszoktam. Tehát indítsuk el a csatát. Igen, tehát tudjátok, itt van a dom, ez Karélia. Tehát saját tierben játszunk, Karélián, ugye a másik oldalt szeretem a dombot, az enemi pont két oldalát foglalja el, tehát ha felmennek a dombról, nagyon tudnak lőni. Nekünk maradt az alsó rész, ugye az egyes sor, és úgy is döntök, hogy erre fele veszem az utam, mivel itt tudom, hogy, tehát ismerem annyira a telepviszonyokat, hogy tudok dombozni, magyarán tudom, ki tudom használni a tornyomat. A másik oldalt ott nem teljesen. Mint látható, nagyon sok négy darab lightjuk is van, ami ugye a heavyknek a legnagyobb ellenfele. Itt nem teljesen értem az enemit, hogy a lightok, miért a lightokkal veszik fel a. Vagy miért a lightok veszik fel a front vonalat, mert majd itt látjátok, hogy itt sorra kiállnak a lightok és lőnek. Tehát ott is egy LTTB, emitt is egy HVK, meg van itt egy T49-es, ugye T49 nem lehet tudni, hogy most milyen ágyú van rajta, az a bizonyos repeszes vagy troll ágyú, az viszont tud fájni, főleg egy ilyen gyenge frontozatú heavynek, még a torony támtán elviselni. Itt elkövettünk hatalmas nagy hibát, hogy ide kiálltam, mivel a domb másik oldalán ott állhat a heavy, és mivel itt a legnagyobb forgalom, így 1000 százalék, hogy ide volt szűkülve. Magyarán könnyedén kilőhetett volna. Mint mondottam, hatalmas testtel is rendelkezünk, minimális sebességgel, nagy toronnyal, úgyhogy az arti simán hazavághatott volna. Tehát ez egy hatalmas hiba volt ott kinéznem, de ezt akkor még ugye nem mértem fel, ezért is szeretem visszanézni a csatákat, mert még a sajátomból is tudok tanulni. Tehát itt alsó lemeznek használom szerencsétlen kollégát, aki elhagyta a buksiját. Ugye itt 8-osok vannak előttünk, hát ők is igencsak a jól megdöntött frontomat tudják lőni, meg hát azért csak nem tízesek. Így igencsak a megszögelt fronton felpattintja a lövést, de mivel veszett erős a toronypáncélon, és hát tehát még csak azt se lehet mondani, hogy felcsúszik és beüti, mert nem bírja. Egyedül amire vigyáznunk kell velük szemben, hogy az alsó lemezt ugye ne tudják ellőni. Próbálok helyezkedni, meg felmérni, hogy mi történik. Előttem egy Faderland, ugye ő az IS-3A, más néven. Lent is van egy, sikerült belelőnöm 355-öt, tehát ebben a csatában igen keveseket ad az ágyú, tehát mint mondtam 400-as alfán van, mégis ilyen 355-öket trolló. Hát jó, amikor ad 400 meg kicsit magasabban, de például hogy lesz olyan, hogy lightba lövök, és azt is ilyen 300 akármi, holott simán kiszedtem volna, ha csak 390-et ad be akkor is. De nem, egy minimális HP-t hagyott a lightba, hogy még csak véletlen se szálljon ki a csatából, tehát még az RNG is nekik kedvezett. 5-4-re vezetünk. Még mindig töprengek, hogy mit kellene csinálni ezzel a sorral itt. Ugye figyelni kell a lightokra is. Hirtelen nem rohanhatunk előre, mint mondtam, ez nem front harcos. Tehát a test páncél hiányossága véget, ezzel nem teheted meg azt, hogy te csak úgy kigurulsz és bevállalsz frontból pár lövést. Nem, mert ugyanúgy leszedik a HP-dat. Tehát ha kilátszik a. Látjátok, az alsó lemezemet is beverték, mivel magasan is vagyok, így úgy döntöttem, hogy előrébb jövök, és megpróbálok új pozíciót felvenni. Itt automatára teszem a Defendert, be is ságult, de Rittig ez is téves volt, mert a legkeményebb helyet hagyta. Mint mondtam, heavyként veszett gyorsan töltök, így tudtam, hogy a Defender nem fog betölteni annyi idő alatt, mint én,
így ilyenkor, ha nincs supportja, simán ott meg lehet várni. Tehát T49-es kapott egy lövést. Én is bevárom, meglőttem, ki is gyulladt, elszállt. Itt már ugye érdemes megtolni egy kicsit, bár az arti meg ilyenek, itt is ugye IS-3, ő is elszállt, hát a másikra már nem várok, mert kiszedték, oldalt van egy T10, ez is egy nagy hiba, hogy keresztbe állok, de ugye nem voltam felszpotolva, ezért nem fordítottam el, viszont hogy előttem magam, így már elfordítottam, most fel is lettem spotolva, próbálok rálőni még egyet, mielőtt eltűnik. Mert haladt lejjebb is már csak a tornya látszott, és azt le is pattintott. Jövök tovább, próbálom oldalra kerülni. Ugye oldalra fordítom a tornyot, hogyha esetleg ide lő, akkor a tornya, hát a tornyomat lövi meg, és azt lepattintom. A távolban ott egy, majdnem, sőt egy full HP és E50. Ugye ő is igen páncélozott med. Úgyhogy az nem egy egészséges dolog egy csatában, ha végjátéknál ugye full HP és E50 van, vagy például full HP és M103, aki itt hátul, hát én nem is tudom, mit csinált, szotyizott, ugye maradjunk a megszokásoknál. Tehát egy olyan tank, az körülbelül ugyan ilyen stratégiával lehet használni, csak annyi különbség, hogy neki a frontja is erős. Legalábbis jóval erősebb, mint az enyém. Őnek a parancsnoki kupoláját lehet könnyedén belőni. Mint látjátok, nem használtam goldot sem, mert sőt, kivettem a pótellátmányt is, mert igen költségesnek bizonyult. Itt beleültem egyet, azt hittem oldalról behúz, kicsit lejjebb voltam a talajszintnél. Hát itt elkövette a nagy hibát, ugye a tornyomat lövi, hát azt lőheti napestig, ezért meg is kapta, ugye itt is 3,93-at adott meg. És itt megint csak nekem ad előnyt, mivel mínusz 10 gándepen van, tehát csőlehajlásom. Ő a tornyomat tudja lőni, én viszont rálátok a parancsnoki kupolájára tökéletesen, és mivel ismerem a tankok gyenge pontjait, így tudom, hogy ő neki 360, tehát a legkisebbeket adja, de nem számít, mert én vagyok előnyben. Itt előttem a földet, itt húzom hátrébb, de szándékos, hogy hát ha feljebb jön, hogy ne kelljen parancsnoki kupolát, de nem, ő már nem mozdul. Szerintem sokkot kapott vagy fényt, és elszállt. Ugye egy tökéletesen használom a tornyot, a csőlehajlást, eljöttem, már elvesztette a HP-ját, és már az életét is. Maradt két tank, egy ST1-es, ugye ami nagyon jó páncélozott, és egy T10-es, ami pontos is, meg ugye toronyból ő is góddal lő, de hát ebben a szögben, meg ebben a magasságban én vagyok előnyben. Ő neki viszont nincs ágyús csőlehajlása orosz révén, úgy tudom, mínusz 5. Ahhoz neki, hogy ide bírjon lőni, ki kell hozni addig a tankot, hogy látszik a front lemeze, tehát a toronygyűrű alatti rész, amit én vígan be tudok lőni, már ha elbírom találni. De mint mondtam, nagyon pontos az ágyú, és be is ment 409. Ők meg csak a tornyomat látják, ugye itt jön fel a T10 is. ST1-nek megint belőttem ugyanúgy, tehát ő hátrányban van, mert nincs gándepje, és ahhoz, hogy engem meg tudjon célszerűen vagy praktikusan lőni, ahhoz fel kell, hogy jöjjön. Itt eleresztettem még rá egy kapáslövet, és ez valamiért lucky volt és sikerül. Nagyon imádom ezt a tankot, mert nagyon jó DPM-mel van. Jó mozgásra nem az igazi, de viszont én nagyon szeretem a tornyos tankokat, szerintem iszonyat használható. A heviket annyira nem csípem, főleg itt, mivel nagy hátrányban vannak, viszont mivel ekkora, ilyen gyorsan tölt, így azt mondom, hogy ez még a elviselhető kategória. E50 ráugrott, itt ráteszem az automatát, mint mondtam, automata célzást ne használjátok, kivéve ha oldaltál, akkor be kell, hogy adja, és be is adta. Nos tehát, ő a brit 9-es heavy, a Conqueror, amit sebesség hiány és testpáncél hiány tornyozásra lehet a legcélszerűbben, sőt arra is kell használni. Ha
Közelharcba keveredtek, mindenféleképpen bele kell mászni az ellenfél arcába, pont azért, hogy a tornyon nem tud belőni semmit. Lefelé nem igen tud akkorát hajolni. Parancsnoki kupolát, hát abból a szögből, ha egymással szembeállunk, ha ő azt be tudja lőni, akkor nagy király. Volt olyan csatám is, ahol egyszerre három tankkal birkóztam, és egyszerűen nem bírták lerakni. Ahhoz távol kell menniük, hogy ugye akár az alsó lemezt, vagy esetleg retrekkeljenek, és mellém tudjanak menni. Nagyon jó DPM, gyors töltés, gyors szűkülés. Én mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a heavy-t. Ha heavy-ről van szó, akkor inkább ez, mint egy agyonpáncélozott, de ágyú használhatatlan, sebesség használhatatlan. Tehát ez is tipikus heavy, viszont testtől felfelé, mintha egy veszett páncélos, tornyos, heavy vagy médium volna, pontosan az ágyú véget. Ez az ágyúval operálni lehet. Nos, azt mondja, menjünk vissza a garázsba. Mint mondottam, én kivettem a pótellátmányt, mivel nagyon költséges. Pótellátmány helyett tettem még egy javítót, mert arra nagyobb szükségem volt. Mint láthattátok, goldot nem használtam, hanem inkább mentem alaplőszerrel, de az inkább csak tízesben, az ilyen nagyon kemény E100 Maus, ha esetleg úgy találkozol vele, hogy oldalról nem tudod megcsípkedni. Mint mondtam, ez egy igen használható tornyos heavy. Nem mondom, hogy egy fürge jószág, de nagyon szerethető és nagyon hatékony. Nézzük meg, mit csinált a drágám. Nos, kerestünk 99.600-at, na ez PC-n csináld meg, ha tudod. Tehát kerestünk 99.600-at, 7.758 XP-t kerestem. Volt 6 fregem, tehát 6 killem. 5.836 sebzés, 3 felderítés, 1000, mondjuk 1.800 assziszt, és 3.710 torony által felfogott. Mivel testpáncélról nem beszélünk, tehát 3.700 torony által felfogott sebzés. Úgyhogy én azt hiszem, erről a tankról nem igen kell több videót csinálni, mert ebben a két videóban minden benne van, ami ezt a tankot jellemzi. A hátrányait is, meg az előnyeit, de szerencsére a mérleg súlya, ugye a pozitívumokra megy, az ágyúra, a toronyra, tehát városi pályán is ahhoz képest, hogy nincs testpáncélunk, keresünk olyan terepet, ahol törmelék mögé, vagy bármi mögé, vagy akár csapattárs mögé megyünk, hogy csak toronyból tudjunk dolgozni, ha ez nem kivitelezhető, mert ránk jönnek, igenis bele kell mászni az ellenfél szájába. Nekünk nagyon jó gándepünk van, ugye mi le tudunk hajolni, be tudjuk lőni akár a torony ágyú fölötti lemezrészt, vagy a parancsnoki kupolát, vagy bármit, ők viszont nem. Úgyhogy közelharcra nagyon jó, meg tornyozásra. Ennyi. Ugye lett egy nagy kaliberem, lett egy spotterem, voltam gyújtogató, meg lett a tankmester, mert ugye az előző videóban ott csak első osztályom volt még eddig, úgyhogy most már ez is megvan. Zúzó, ezt nem is tudom, hogy áll, 78-55, hát ez nem nagyon megy feljebb. Acélfal, ugye lett egy topgánom, 19 bevitt találat, 6 frag. Lássuk a csapatmunkát, 2086 XP, 6 kill, 5836. Tehát elmondhatjuk, hogy igaz, hogy 9-es, tehát saját tierbe játszottunk, de a többi 9-esek képest is, akik mellesleg páncélozottabbak frontban, és mivel jól ismerjük már a tankunkat, szépen helytáltunk.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 15-ből 9 tankkal találkoztam össze. Nos, hát amiért elkészült ez a videó, az ugye a tankmester, meg mivel még mindig aktuális ez a tank, mivel húzom az FV Heavy-t, a hátsó tornyost, így most még ezzel játszom, de több videó nem valószínű, hogy készül róla, ha csak nem valami egetrengető csata lesz. Hát remélem tudtam segíteni, ha egyszer úgy döntötök, hogy valami használható heavy-t kerestek, az ez, az mindenféleképpen ez. Nem kell hatalmas nagy tudás hozzá. Pusztán annyi, hogy a csaták alatt hozzászoksz, és elkezded érezni, hogy mi az a terepviszony, ahol el van rejtve a test, és ahol a toronyból tudsz dolgozni, majd ezt később városba is tudod használni, és utána már nincs probléma, mert érzed azt, hogy meddig engedheted ki a tornyot. És ez az ágyú, ez megmondom, ez egy álom, mint távolságban, tehát sniper lövésre is, mint közelharcba is, ágyúsüllyedésbe is, átütésbe is, töltésidőbe is, brutális. A torony meg ugye egy maga kis megtestesült álom, mert nem sok gyenge. Nem azt mondom, hogy nem lehet belőni, de szemből az feladja a leckét, az biztos. Tehát nagyon hülyén kell vele állni, vagy hülye terepen ahhoz, hogy ezt be tudják hasítani. Na, én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jerikó voltam. Sziasztok!